Korosztályos szinten pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el még áprilisban Majoros Bence azzal, hogy megnyerte a szlovéniai Otocsecben rendezett ITTF Challenge Series tornán az U21-esek versenyét de emellett más versenyeken is jól teljesített 2018 első fél évében a 20 éves, nyírbátori nevelésű, asztali teniszező, többek között országos bajnok lett, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a svédországi Halmstadban rendezett csapatvilágbajnokságon a magyar válogatott megnyerte a másodosztály küzdelmeit, és ezzel feljutott az élvonalba. Így Majoros Bence számára kifejezetten sikeresnek mondható eddig ez az év. Igazából ez nem... Csak és kizárólag erre a fél évre vonatkozott ez, ez az eredmény, ez sokkal korábban elkezdődött az egész folyamat, kezdve azzal, hogy tényleg befejeztem a sorít, csak és kizárólag a pingpongra tudtam koncentrálni. Én, így azt eredmény, ez azt eredményezte, hogy tényleg csak a pingpong volt a fejemben, mindent úgy alakítottam, hogy a pingpongnak a lehető legjobb legyen, és ezáltal um, tényleg azt gondolom, hogy a, a legtöbbet ki tudtam magamból hozni az edzéseken, a versenyeken, tényleg mindenhol. Um, és ez azt eredményezte szintén, hogy, hogy mentálisan is rengeteget fejlődtem, versenyzésben sokkal profibb lettem. Ez pedig meglátszik abban is, hogy a fiatal asztali teniszező előbb májusban 84 helyet javított előző havi pozícióján, majd júliusban a legmagasabban jegyzett magyar férfi játékosként bekerült a top 100-ba is. Alapvetően én nem foglalkozom egyébként a így a ranglistával. Tényleg jelen, jelen élethelyzetemben azzal próbálok foglalkozni, hogy a legtöbbet megtudjak magamról, a lehető legjobban megismerjem saját magamat, hogy egyre szituációkban hogyan tudok reagálni, mi az, ami jó, mi az, ami, amin változtatni kell. És, és gyakorlatilag az, hogy tényleg fejlődjek, minél többet próbáljam magamból kihozni gyakorlatilag most még tényleg nem, nem szeretek uh, így foglalkozni különféle eredményekkel, tehát nagyon szép, tényleg örülök, hogy megnyertem a, a, magyar bajnokságot, meg hogy feljutottunk az első divízidót, de ez mind annak a folyamatnak köszönhető, hogy tényleg a fejlődés van a középpontban. A fejlődés és az előrelépés pedig tapasztalható, hiszen Majoros Bence még a német Borussia Dortmund Bundesliga 2-es csapatában kezdte az évet, de nyártól a német élvonalbeli Bát Königshofen játékosa lett. A fiatal asztani most az Európa bajnokságra készül, ami pedig a kicsit távolabb jövőt illeti. Majoros Bence célja, hogy eljusson az olimpiára, akár már két év múlva Tokióba.